A miniszterelnök mai bejelentése rámutat arra, hogy a járvány elleni védekezésben sok millió magyar ember magára van hagyva, állítja Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke szerint a haverok és rokonok helyett az embereknek és a vállalkozásoknak kellene több pénzt adni. Tóth Bertalant kérdezzük. Voltak éppen, szinte folytatjuk a Gyurcsány Ferenccel abba jött beszélgetést, a DK javaslatait ismertette, nem tudom, itt volt-e már és hallotta-e. Nem. Olyan hihetetlenül nem, arányaiban nyilván igen, erősen különbözik a két világ, amit ő képvisel, meg amit ön, amit a DK, meg amit az MSZP, de alapvetően az közös az ellenzéknél, azt látom LMP-től Párbeszédig mindenhol, hogy elégedetlen. Hogy kevés, hogy másra számítottak, hogy amikor nagy bejelentéseket ígért Orbán Viktor, akkor egészen más irányokat vártak tőle. Ezt jól érzem? Igen, így van, hiszen amikor a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelent, hogy naponta 4000 ember veszíti el az állását, akkor róluk semmilyen szó nem esik, hiszen arról van szó, hogy majd a munkahelyeket megvédik, és majd támogatást kapnak a cégek, nem tudjuk, hogy pontosan mikor, és azt sem tudjuk, hogy mennyit, de arról nem esik szó, hogy az a napi 4000 ember, ha felkeresi a járási hivatalok munkaügyi irodáját, mert ugye munkaügyi központok sincsenek már Magyarországon, akkor arra számítatnak, hogy 3 hónapig, maximum 3 hónapig jogosultak egy olyan ellátásra, amelynek a havi nettó összege pár 10 000 forint, tehát egyszerűen teljesen kiszolgáltatottá válnak, és ugye hiába mondják azt, hogy hát meg keressen egy másik állást, tehát hogyan keressen másik állást, amikor sorra szűnnek meg a munkahelyek, a multiknál a bérelt munkaerő, a kis- és középvállalkozásoknál is tömegével szűnnek meg a munkahelyek, úgyhogy ezért mondtam azt, hogy több pénzt az embereknek, és több pénzt a munkanélküli ellátásra. Legyen hosszabb az idő, meg legyen magasabb az ellátási összeg. Több pénzt az embereknek, meg több pénzt a munkanélkülieknek, és hosszabb ellátást. Ez azt jelenteni, hogy amíg a válság tart, finanszírozzon az állam? Természetesen. Lépjen be a munkáltató helyére? Muszáj, hát ki lépjen be más. Ráadásul ugye a Fidesz az előszeretettel operál azzal a kijelentése, hogy mi kormány ezt csináljuk, meg azt csináljuk a költségvetési pénzekkel, de hát ez nem a kormány pénze, hanem ez a magyar adófizetők pénze, akik a válságot megelőzően az előző évben 1000 milliárdokat fizettek be. Ugye olvashattuk, hogy mennyivel nőttek az adóbevétel, 5%-os GDP növekedés volt, hát hol van ez a pénz? Hát most az államnak, ami az emberek megtermelték ezt a pénzt, ez tőlük van, és most értük kellene felhasználni. Tehát az, amit most bejelentett átcsoportosítást a költségvetésbe, ez nagyon kevés. Ugye nekünk van egy védelmi csomagunk, amelynek kiszámoltuk a költségvetési vonzatát, anélkül, hogy beleszámoltuk volna a bérkiegészítést, amit ugye 80%-ra javasolunk, anélkül 1611 milliárd forint, tehát azért ez egy kezelhető összeg. A munkabér kiegészítésre pedig ott vannak azok az uniós források, amelyeket sorra nyitnak meg, amit föl lehetne erre használni. Meg kéne nézni, hogy mire költötték, vagy mire kötötték le ezeket a pénzeket, és azokból azok, amik most nem fontosak, azokat föl kéne oldani, és bizony a kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni. Nyugdíjasok. Ugye Orbán Viktor bejelentette a 13. havi nyugdíjat, mondván... 13. heti. Tulajdonképpen igen, így is lehetne. 4x53. heti. Hát, hogyha azt nézzük, akkor az egy hónapnyi, 4 év alatt. Ez az ő válasza a nyugdíjasok problémájára. Gyurcsány Ferencék azt mondják, hogy egy összegű támogatást, egyszeri támogatást kellene adni. Önök az MSZP meg azt mondja, hogy meg kellene adni azt a nyugdíjemelést, ami az infláció, meg az előre rosszul kiszámolt éves infláció alapján meghatározott nyugdíjemelés hiánya, tehát összesen 6,5%. Így van, nem áll messze a két javaslat egymástól, hiszen mi azt szorgalmazzuk, hogy az infláció és a eddig megtörtént nyugdíjemelés 2,8% közötti különbözet kifizetését hozza előrébb, hiszen azt novemberben amúgy is ki kellene fizetni a nyugdíjasoknak, de ezt kapják most meg a nyugdíjasok. Ez nagyságrendileg hasonló, mint amit a DK is javasol. Azonban ugye ez a nyugdíjkiegészítés az már beépülne a következő havi nyugdíjba is. Tehát most egyszeri juttatásnak mi az alacsony nyugdíjasoknál, tehát ott teszünk javaslatot, hogy ők kapjanak most egy egyszeri juttatást, azon fölül, hogy megkapják a nyugdíjkiegészítést. Ugye a magyar átlag nyugdíjak tekintetében a mi javaslatunk az duplája annak, amit most a miniszterelnök bejelentett.
és csak majd jövő februárban jutnak hozzá a nyugdíjas. Már az elejéhez, a végéhez, meg majd 2024-ben. Létszámstoppot javasol. Egyrészt a közszférába, ezt még értem is, miközben ott is home office van, ahol csak lehetett, ahol meg nem lehet, ott meg könyörögnek a dolgozók, hogy hadd menjenek ők is, de mondott még valamit, ami nekem nagyon furcsa. Létszámstopp a multinacionális vállalatoknál. Szeretném pontosítani, ez elbocsátási moratórium. Tehát ha valahol most éppen létszámbővülést tud megvalósítani, akár egy kormányzati szerv, vagy akár egy vállalat, akkor az természetesen tegye meg az elbocsátási tilalomról. Pontosan fogalmazott a parlamentben. Így van. Ugye ez arról szól, hogy a magyarországi multinacionális cégek az elmúlt években 1000 milliárdos nyereséget könyvelhettek el, de ez vonatkozik a bankokra és vonatkozik a multicégekre is. Nagyon inkorrekt lenne, hogy most a válság idején azzal válaszolnának ezek a nagy nyereséget elkönyvelő cégek, hogy elbocsátják a dolgozóikat, hiszen ezek a dolgozók voltak azok, akik megtermelték ezt a nyereséget. Még a válság előtt tettem egy olyan javaslatot, hogy részesedjenek a nyereségből a munkavállalók, ez természetesen lesöpörte a kormányzat az asztalról, de hát most itt lenne az ideje, hogy akkor most valamit visszakapjanak a dolgozók, hiszen nagyon sok pénzt termeltek meg, és hát nagyon sokat vittek ki az ország. Lát erre példát a multiknál? Ugye a multik egyenlőre az alkalmazott munkaerőnél még nem kezdtek bele az elbocsátásokba, de a bérelt munkaerőnél bizony igen, tehát több ezres nagyságrenddel mondták föl a bérelt munkaerőt, ami nem közvetlenül náluk állnak jogviszonyban, munkaviszonyban, hanem ugye a bérbeadó cégnél, hát természetesen a bérbeadó cég pedig ilyenkor elbocsát, tehát az ő munkájuk már megszűnik. Mit csinálna az MSZP a vállalkozásokkal? Ugye itt kétféleképpen gondolkozik a kormányzat is, van az a vállalkozás, amelyik megrázza magát és majd megy tovább, őket támogatja, hogy jobban tudjon tovább menni, és van, aki hajlandó részmunkaidőben foglalkoztatni a dolgozóit, őket pedig ebben a részmunkaidős foglalkoztatásban támogatja. De azokról itt nincsen szó, akik már most érzik, hogy nagy baj van. Hát így van, illetve akiknek az árbevételük tulajdonképpen lenullázódott, ezek a kis és középvállalkozásoknak nagyon nagy része. Ugye itt ketté kell választani, hogy a vállalkozásokat is kell támogatni, és a munkájukat vesztett, vagy a munkavállalókat is támogatni kell, hiszen hiába indul újra majd egy vállalkozás, ha nem lesz fizetőképes kereslet az ő termékére, vagy az ő szolgáltatására. Ezt egyszerre kell megtenni, de nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor történik, hogyan történik, milyen eloszlásban, és ha megnézzük az ágazatokat, amit a miniszterelnök kiemelt ágazatnak tekintett, turisztika, ki a legnagyobb szálloda tulajdonos ma Magyarországon, Mészáros Lőrinc miniszterelnök lánya, a miniszterelnök ője, mezőgazdaság, kik a legnagyobb földtulajdonosok, Mészáros Lőrinc, ott lehet tovább sorolni. Na de közben ezek az ágazatok tényleg bajban vannak. Élelmiszeripar, vagy építőipar, kik voltak a legnagyobb nyertesei az építőiparnak az elmúlt években. Tehát attól lehet tartani, hogy az állami forrásokat arra fogja felhasználni, hogy a saját, nemzeti tőkés osztályt mentse meg. Tehát tulajdonképpen a saját pénze után szalad a miniszterelnök, illetve az oligarchák, ahelyett, hogy tényleg a magyar kis- és középvállalkozásoknak segítenek. Vilám kérdés a végére. Az MSZP karanténpárti, vagy ezt a mostani állapotot tartanak fent? Hát minden esetre sokkal jobb lenne, ha a magyar emberek jobban betartanák a szabályokat, a kormánynak pedig nem kellene olyan intézkedéseket tenni, ami megnöveli az ő utcán való tartózkodásukat. Nem feltétlenül a szabályokon kell szigorítani, inkább az embereknek kell végre meghozni azt a döntést. Az otthonmaradás az azt jelenti, hogy nem lépünk ki az ajtón. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.